Toborzással egybekötött tanévnyitót tartott a TST-den stúdió pénteken. A brék és a hip-hop táncra specializálódott iskola ebben az évben kereken 20 esztendős. A témában vendégünk most Váci Nikolett, a TST Den stúdió vezetője. Üdvözlöm, jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok, én köszönöm a meghívást. Hát ez a 20 év azért, ez tetemes. Én azt gondolom, hogy érdemes lenne egy kis nosztalgiával kezdeni. Hát hogyan, hogyan és mi módon hívta életre a stáb, az oktatócsapat ezt a stúdiót? Hát igen, ez nem egy egyszerű történet. <laughs> Igazából... Nehéz szülés volt? Hát ez úgy indult, hogy én eléggé nem nagyon találtam az utamat, hogy most akkor merre kéne elindulni azért annó 18 évesen, és anyukám is elég erőteljesen mondta, hogy most már valamit kezdeni kéne magaddal. Hát mondom, én szeretek sportolni, szeretek táncolni, hát mondom, akkor lehet, hogy bele kellene vágni ebbe és a kisugam mindenbe támogatott, és akkor, akkor még Helvécián a műveledési házban meghirdettük, akkor még flash, aerobik és modern tán stúdióként, hogy hát akkor akinek még van kedve mozogni, az akkor jöjjön el és meg is tartottuk nagy kis kiszórapoztuk a kis vördegszerre megszerkesztett szóróapjainkat, és kettő kislány jött el a végén, ami nekünk hatalmas nagy boldogság volt, mert hát ugye bezártuk a kaput, mentünk kifele, vagy akkor nem jött senki, és a két lány szaladt, ne haragudj, ne haragudj, akkor mi még, még úgy lehet jelentkezni, és uh -huh. akkor végül így indultunk el annó. Tehát szolidán, de aztán utána magabiztosan. Igen. Milyen igen, korosztályt igen. céloztatok meg egyébként, tehát az első öt évben? Hát igazából nem voltak nagy terveink, az volt igazából a lényeg, hogy táncoljunk, jó érezzük magunkat, ott a művöldési házba tényleg semmi nagyobb távlati tervünk nem volt, de hogy szépen lassú, hogy csapódtak hozzánk a gyerekek, előbb vagy utóbb jöttek a, először ugye a közeli ismerősök, barátaink, azoknak a rokonai, meg minden, utána gondoltuk, hogy na, akkor meg kellene próbálni a Kecskeméten, és akkor még az ifjúsági házban mentünk, és, és, igazából szépen lassan úgy egyre ügyesebbek lettünk, egyre jobban láttuk ezt a dolgot, hogy azért nem olyan rossz, amit mi csinálunk, ezt mások is látták, és, és most itt vagyok. <laughs> uh -huh. Mekkora stáb áll rendelkezésre most a TST stúdióval kapcsolatban? Stábra, a tánc tanárokra gondolsz? Igen, szegén. elsősorban, uh -huh -huh -huh. Igen, mert hát gondolom, hogy különböző korosztályokat neveltek, mert hát azért ez a húsz év azért nagyon sok mindenre hát volt elég. Hát megmondom neked az őszintét, én egyelőre fixen egyedül vagyok, mint aki, aki, így tanítja, de ez mellett most már szépen lassan kineveltem ilyen kis segítanárokat, meg most már az egyik nagy büszkeségem a break tanárom, aki most már át tudta venni ezt az irányt, mert hát mégiscsak az egy teljesen másfajta stílus, ezért ott a fejenforgások, az akrobatikák, meg minden, és akkor szépen lassan átadnám ezt az új generációnak. És Elek Gábor most már tíz éve van a TST-ben, és most már úgy néz ki, hogy végre sikerült kinevelnem egy olyan tánztanárt, aki mindenben tud nekem segíteni. De most, hogyha azt mondják, hogy tánc, akkor elsősorban a lányok jutnak eszembe, hogy őket azért könnyű táncba vinni, Igen. Igen. de de hogyha azt mondom, hogy bréktánc, akkor, akkor meg már lehet, hogy a fiúk jutnak eszembe. Hogy áll össze a csapat? Tehát nő-férfi arány, lány-fiú arány, hogy működik? Hát mi nagyon vegyesek vagyunk, Igen. azért mégis a hip-hop stílus az egy nagyon laza stílus, természetesen vannak benne nagyon jó csajos mozdulatok, mert mégis ugye maga a hip-hop tánc az nagyon tág, tehát nagyon sokfajta stílust összefoglal, de pont ez miatt tetszik a fiúknak is, és nagyon örülök egyébként, mert pont most látom azt, hogy újra megint jönnek a fiúk, mert egyébként volt nekünk is egy kicsit ilyen stagnálás, vagy hogy mondjam, de ugye szívesen vártuk mindig őket, de valahogy nem jöttek, és most látom, megint, na, megint. És így, ha jön két fiú, akkor jön még öt fiú, akkor nyolc, akkor látják, hogy menő, látják a videókat. Hát meg azért ez egy menő stílus, főleg TikTokon, ugye a többi... Uh -huh. Ne haragudj, ugye a többi Instagram, vagy a Facebookon, minden, és ugye ezeken ugye látják a fiatalok, hogy ú, igen, hát ő is táncolok, én is szeretnék. A lányok között ez alapvetően rugalmas, mindenki táncolni akar, mindenki valamit csinálni akar, de azért a fiúkat megmozdítani, a fiúk, de azt mondani, hogy na, táncoljál. Az, az azért nehéz, nehéz dolog. A város egyik legaktívabb tán stúdiójáról van szó. Hát gondolom jó néhány eredményetek is van. Mire volt elég ez a húsz év? Tehát ugye a, a legnagyobb mérföldköveket, a legtehetségesebbeket hasonolnád. Hú, hát igazából pont most volt ugye a miért fölkövünk, az egyik, a Duka Viktória Manó kategóriában világbajnok lett. Manó kategória? Ez, ez, Igen, ez az az a piti, hány év? Mert ilyenkor még meg szabad kérdezni, Igen. hogy hány éves a hölgy. Hát ugye ez a 3-6 éves korosztáig, mm -hmm. tehát nagyon tehetséges a kislány. A másik pedig gyerekkategóriában Molnár Lila, ő pedig harmadik helyen végzett, és nagyon büszkék voltunk rájuk, mert ezek profi kategóriában indultak a gyerekek, tehát ott majd megint másik szint, főleg egy világbajnokságon ott van Dél-Afrikától kezdve, tényleg akkora országok, hogy mi is csak ott álltunk, mint kecskemétiek, és a gyerekek dobogóra álltak, hát sírtunk, tehát hogy az hatalmas nagy dolog volt. 2017-ben és 2019-ben is kijutottunk a világbajnokságra Kecskemét város támogatásával. Ott egyszer sikerült egy harmadik helyezést bezsebelni a csapatomnak, mert mi inkább csapatba vagyunk, formációba vagyunk erősek. De amikor egy-két ilyen szólistám sikert, sikert ér el, azért az is nagyon nagy dolog nekünk. Hogyha én most számot vetek, akkor azt mondom, hogy 20 év. Hogyha 20 évvel ezelőtt kis bébike, manó bébike elsajátította a, a, a táncot, akkor lassan most már hát szülőkké válhatnak. Tehát, hogyha, 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 nagyon gyorsan elkezdik a családi élet kiépítését, akkor legközebb már a, a kis leendő poronty, ő már, már akár jöhet is az anyával, apával, meg hát ugye a, a többi lelkes baráttal. Igen, igen, vannak nálunk ilyen szép generációs dolgok egyébként, mert van, akinek jár az anyukája például a hobbi csapatban, mert hát mégiscsak megunta az, hogy nézi, hogy a fiai táncolnak, hát na, hogy már hát ő is szeretne táncolni, és akkor elvette apukát is, aki elkezdett végre brékelni, megvalósítva a régi álmait, hát annó ő is akar táncolni, csak tudod, nem volt rá a lehetőség, és akkor végre most tényleg ők is belevágtak, és akkor például van egy komplett családunk, nem is egy nem is kettő, akik tényleg jár a a közepesen át, apukát és anyukán át. És ez a nagyon... senior kategória. Igen igen, 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 igen. igen, nagymamáknak lehet, hogy igen, lehet abba is bele kell nyúlni most már. Beszélgessünk egy kicsit a mostani programról, a mostani lehetőségekről, és hát a célokról is. Mi újság van most a, a házatáján? Hát pont pénteken nyitottuk meg ugye az iskolát, volt egy nagyobb szünet, most vissza kell rázódnia mindenkinek, és most elindítottuk a legkisebb korosztálynak a kezdő és haladó csoportjait, a tini korosztálynak a kezdő és haladó csoportjait, és éppen most aktiváltam az eddig kinevelt csapatokat, tehát én nálunk azért vannak gyerekek, tinik, meg felnőttek, akik tényleg nagyon ügyesek, és őket most összegyúrtam egy nagy formációba, és velük szeretnénk Remélhetőleg újra kijutni majd a világbajnokságra, mert ott már ugye olyan gyerekek is felnőttek, vannak, akik teljesen egy szinten táncolnak. És hát nagy terveim vannak velük, megmondom az őszintét, mert tényleg nagyon ügyesek. Igen. Tehát ez ilyen tényleg a tapasztalatból 5-6-8 évente tudok úgy kinevelni gyerekeket, hogy látod azt, hogy ez igen. És ők, ők. Ők ilyen ügyesek most nagyon, végre megint. <laughs> de most az alkotó folyamatban egyébként nagyon fontos a koreográfia. Igen. Hogyan lehet megújulni húsz év távlatából, Hogyan lehet uh, um, harmóniában lenni a mostani trendekkel? Hát ez, igen, ez nagyon nehéz, de én azt gondolom, hogy én tartom a tempót még mindig, és nagyon sokáig szeretném még. Én folyamatosan járok képzésekre, táborokba, egyébként van egy hat éves kislányom, és ettől függetlenül a család is velem van és most már ő is jönni fog táncolni, ő is jön velem fejlődni. Egyébként folyamatosan járunk Budapestre, külföldre, workshopokat. Ha például Magyarországon jön egy külföldi tánctanár, mi már az elsősorban ott vagyunk, folyamatosan nézzük ugye a platformokat, folyamatosan nézzük a külföldi tánztanárokat, azért vannak olyan favoritokunk, az ember így nézi, hogy hát igen, hát még, még, van még, van még, amit tanulhatunk még, és, és ugye ez motiváló tud lenni még 20 év után is. Hát szerintem motiváló az is, hogy mi itt most beszélgettünk, <laughs> mennyire nyitott ott még a, a táncstúdió, tehát hogyha valaki most kopogtat, hogy hát láttam a Kecskeméti Televízióban ezt a beszélgetést, akkor van-e arra lehetőség, hogy csatlakozzon? Természetesen van, most ugye ez a szeptember, ez erről szól, meg még meg is hosszabbítjuk, még egy kicsit októberben, Ilyenkor mindig arról szól tényleg, hogy jönnek az újak, visszajönnek a régiek, kicsit ilyen bolondok háza van nálunk, mert megy a tánc, folyamatosan jönnek, mennek az emberek. Ma is például olyan jó érzés volt látni újra ilyen csillogó szemeket, az új szülőket, vagy így jönnek be az ajtón, és remélhetőleg ez még folytatódni fog az elkövetkező hetekben. Hát így legyen, és jó egészséget kívánok Köszönjük szépen. Minden Köszönöm szépen. Nagyon szépen, szépen köszönöm.